Én egy külkereskedelmi vállalatnál dolgoztam. Volt egy lehetőség a 90-es években, amikor elhívtak egy kereskedelmi bankhoz dolgozni. Azt gondolom, hogy az, ahol én most ülök, az így és ettől vált lehetőségé számomra. 98-ban a Magyar Fejlesztési Bankba hívtak dolgozni. Ez egy állami tulajdonú bank volt akkor is, ma is az. Ekkor volt alkalmam, ugye ez a 98-2002, ez ugyanolyan periódus volt, mint most. A mostani miniszterelnök vezette kormány volt akkor is hatalmon. A Fejlesztési Bank olyan munkákat végzett, végez egyébként ma is, ami a mindenkori kormányzat számára fontos és kiemelt területeket lát el. Amikor ezen a Diákhitel intézet alapításon dolgoztunk, ekkor volt alkalmam megismerni a miniszterelnök urat. 2002-ben a kormányváltás után visszamentem kereskedelmi bankba dolgozni, 2010-ben ismét a Magyar Fejlesztési Bankhoz, és itt ért ez a meglehetősen számomra váratlan, viszont nagyon nagy megtiszteltetést jelentő felkérés, hogy üljek be a Fejlesztési Minisztérium vezetői székébe. Én a múltkori műsorban megemlékeztem arról, hogy meghalt Szalay Anna Mária média tanácselnöke, és szó nincs arról, hogy itt bármiféle rossz dolgot mondanánk róla, viszont Orbán Viktor búcsú beszédét közölte a Szerdai Magyar Nemzet, amit a temetésen mondott, és azzal kezdeném, ami bennem megmaradt. Ezt Orbán Viktor jól foglalta össze. Nem gyűjtött vagyont, nem hagyott utódokat, nem hajszolt hivatalt, rangot és pozíciót sem, csak tette, amiről azt gondolta tennie kell. Ha kért másoknak, kért, ha segített sohasem magán, mindig valaki máson segített, én is ezt hallottam róla. A magyar média és különösen a televízió környéke mindig arról volt híres, hogy ott mindenki lop. Na most én Szalay Anna Máriáról még a legnagyobb rossz indulattal sem hallottam, hogy valaki azt állította volna, hogy a saját zsebre dolgozott, ami a médiában igen ritka, és ez értékelendő. Tehát egy olyan nőt ismertem meg benne, és erről érdemes megemlékezni, aki valóban olyan volt, amilyen képet festett Orbán Viktor, nem gyűjtött vagyont, stb. Viszont, és azért tartottam fontosnak, hogy Németh Lászlóné kapcsán beszélgessünk a Fidesz személyzeti politikájáról. És azt gondolom, hogy Orbán Viktor búcsúbeszéde nem véletlenül került be a Magyar Nemzetbe, mert ezt én úgy fogom föl, mint egy üzenetet. Mégpedig üzenet azoknak a fideszes politikusoknak, akiktől sokan várják, majd erről kíváncsiak a véleményeket, hogy majd belülről reformálnak, mint régen a Hoffmann Rózsa, meg a többi egykori MSZNP tag, tehát hogy belülről bomlasztanak. De nem, mert a következőt mondja Orbán Viktor. Azt mondja, 25 évvel ezelőtt kötöttük össze egymással az életünket. Nem úgy, ahogy egy férfi és egy nő szokta. Nem is úgy, ahogy két barát. És most jön a lényeg. Nővel kapcsolatban ez furcsa. Inkább úgy, ahogy a bajtársak, a katona bajtársak szokták. Csendben, szó és fogadkozás nélkül, az utolsó csepp vérig, az utolsó leheletig, az utolsó golyóig. Mindannyian szerettük, mindannyian tiszteltük és felnéztünk rá. Tudtuk, hogy nekivethetjük a hátunkat, és most jön a lényeg. Szerintem az Orbán személyzeti politika lényege. Nem lesz megingás, nem lesz elhajlás, és minden úgy fog történni, ahogy történnie kell. Ahogy nevetve mondtuk, Panni, veled szívesen megyünk őrjáratba. Egy törékeny nő, aki kételyek, mérlegelés és okoskodás nélkül teszi a dolgát, adja, szánja oda az egész életét. És azért gondoljuk végig azt, hogy ez, én kétszer volt hosszabb beszélgetésem Szalay Anna Máriával, egyet már említettem, és azt hiszem ez a dolog lényege. 2002-ben Orbán Viktor tüntetésre hívott a Szabadságtér, hogy legyen két közszolgálati televízió, egy az ellenzéknek, és egy a kormánynak. És akkor én vendégként Szalay Anna Máriával vitatkoztam erről, és ugye hát teljesen egyértelmű, hogy ez mondtam, hogy nonsense. Hát a közszolgálat egy elvi alapon kell, hogy szerveződjön, ebből következik, hogy nem lehet kétféle közszolgálat, egy jobboldali, meg egy baloldali, az csak egy lehet. És Szalay Anna Mária
védte a dolgot, és amikor kijöttünk a stúdióba, mondtam neki, hogy ne haragudjon, hát mind a ketten tudjuk, hogy ez nonsens. Tehát amiről Orbán Viktor beszél, az egy szakmai nonsens. És azt mondta, igen. De hát akkor mondom maga is, miért mondja, hogy menjünk tüntetni? Azt mondta, párt feladat. Azért ebben... Na, de kezdjük a Mátéval. Hát nehéz kérdés, most inkább így a videóra utalnék. Szakadjunk nekem... el Szali Anna Máriától, hanem hogy érzékeled-e azt gimnazistaként, hogy milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki a politikában érvényesüljön? Én ezt érzem, csak például, hogyha most Németh Lászlónéről beszélünk, akkor szerintem azért veszélyes így egy-egy embert így kipécézni sokszor, vagy vele foglalkozni, mert ugyanakkor, meg amikor nyilatkozik, azon keves alkalmak egyikekor, akkor ilyen kedves, bűbe, és így az átlagember az így tök jól megtalálja benne magát. Tehát, hogyha őt a gonosz okosok bántják, vagy a gonosz többiek bántják, akkor ő azt magára is veszi, és ezért már csak azért is megvédés, ez szerintem ezért veszélyes. Ami viszont nekem nagyon szemet szúrt, és kicsit bántott is, az igazából nem is értem. Tehát a politika az egy tabu téma az iskolában. Ha egy politikus ott beszél arról, hogy életem a csúcsra, meg amúgy is, hogy a eddigi kormányintézkedésekre is tök sokat beszélt, akkor ez egy nyílt politizálás az iskolában, és ezt nem értem. Tehát amikor mi decemberben, januárban így diákok kitaláltuk, hogy tüntetünk, akkor egy csomó iskolában volt az, hogy ott akartak fórumokat tartani, beszélni, ami nem is pártpolitika, csak egy szimpla civil politizálás, és nem hagyták az igazgatók, volt, hogy még mások sem. És ugyanakkor meg a politikusokat, kormánypárti minisztereket vengednek, ezt nem értem, hogy akkor most itt mi a rendszer, vagy ez hogy működik? Ez egy helyes felvetés, nem Pista? Igen. De nem ehhez akarok kapcsolódni, hanem visszatérnék még a személyzeti politikához, ami egyszerűen abból fakad, azért ilyen jellegű, ami ilyen, mert a Vitéz miniszterelnökünk folyamatosan lövészárokban érzi magát. Számára a... Innen van a hasonlat, hogy nem csak innen van. Számára a levegő állandóan puskaporos, ő ezt expressis verbis ki is mondta egyébként, tehát nem a levegőbe beszélek. Ő úgy gondolja, hogy az élet minden pillanata háború. Harc. Öldöklő harc ráadásul. Na most, ugye a normális főnök, ha munkatársat keres, akkor szakembert keres. Ezzel szemben a hadvezér nem szakembert keres, hanem katonát keres. Bajtársnőt keres nyilvánvaló módon, aki az utolsó golyóig mellette fog harcolni, akármi is történik. Testőrnőket keres, egyébként jut eszembe, hogy Kadafinak 30 testőrnője volt. Hát Orbánnak még csak 2 van. Van hova fejlődni. Jó, azért hadd mondjak én is valamit ezzel kapcsolatban. Hogyha te csinálnál egy rádiót, Henrik, véletlenül, mert hogy Orbán Viktor egy országot csinál, akkor te nem azokat az embereket hívnád össze magad köré, akiket egyébként megismertél, akikben megbízol, akiknek a tudásáért, nem? Nem. Idefelé jövett az volt a fejemben, hogy a szerkesztő le akart beszélni, hogy Szali Anna Máriáról foglalkozunk, kegyeletsért, és mondtam, hogy nem. Én ezt a nőt kedveltem. Mondom, csak 2 beszélgetésünk volt, én kedveltem. És most nem menjünk bele a klubrádióba, hogy halála után a bíróság másodfokon is megerősítette, hogy a klubrádió megkapja a 92.9-et. Hagyjuk, hogy a papír másik oldalát is szignálni kellett. Ezeket mind hagyjuk. Hanem én azon gondolkodtam idefelé jövet, hogy ha nekem kellett volna, még hál' Istennek nem kellett egy munkatársat búcsúztatni, akkor én a legnagyobb örömmel azt mondtam volna, egy lázadó elmétől búcsúzom, pártunk, vagy mozgalmunk, vagy cégünk állandó ördögügyvédje szerepét játszó emberétől, a gondolkodótól, aki mindig a kérdéseket tette fel, amelyekre válaszokat várt. És legyünk őszinték, nekem a Kósáné egyszer azt mondta, amikor még munkahogyi miniszter volt, és kérdeztem, hogy hogyan lehet minisztert csinálni abból, aki engem meg akart vesztegetni, és én ezt meg is mondtam a MSZNP elnökének, és akkor azt mondta, hogy az ilyen emberek a legkeresettebbek. És akkor elgondolkodott. De nem cinikusan mondta Kósáné, hanem, hogy majdnem úgy, maga hülye Henrik. Hát ezekre van a legnagyobb igény. Kézben tartható, kiismerjük,
Mit képzel maga? Jó, hagyjuk ezt, a szakértelem az egy bolsevista trükk, igen, mint tudjuk, és igazából az, hogy az ember kivel akar közösen csinálni valamit, az nem csak a rokon szemben múlik, hanem a szövetségesség érzésén. Tehát, hogyha volt együtt 25 fiú... Sose volt erősségem a szövetségkötés és a barátkozás. De nem próbáld meg a világegyetemet néha nem csak a saját szemszögedből tárgyalni, hanem engedd meg, hogy mások meg úgy gondolkoznak, hogy egy ügyet szeretnének ők keresztülverni, ez mondjuk Orbán Viktor, van hozzá 10 embere, akiben megbízik, és az egésznek az alapja ez a fajta bizalom. Bocsánat. Egy rövid. De csak egy kérdést engedjen meg. Jó, kemény Dénes volt a másik vendég a Rónai Egonnál, mert hogy én is voltam, és utána jött a Dénes. Csak egy pár mondat maradt meg a fejemben, ahol arról beszélt, és hát ugye a vízilabda Európa bajnok volt Magas István, hogy egyéni tudás és csapat. Aki csak az egyéni tudás, egyéni párharcokat akarja megnyerni, az nem jó csapatjátékos, aki meg csak csapatban gondolkodik, és nem akarja személy szerint legyőzni a vele szemben állott, akkor izé. De hát ebből a szempontból én biztos ócska edző lennék, ócska pártelnök lennék, mert ez nem olyan egyszerű. Abszolút így van. Tehát annál is inkább, mert a vállalatnál, ha az eredményesség a cél, akkor a csapatnak kell működni. Egy hadseregnél egyértelműen annak kell működni. Tehát a hadsereg építés elvei azok így működnek. A nagy kérdés a cél, hogy jó irányba megy-e az a hadsereg, mit tűzött ki. Én utáltam, amikor katona voltam, rettenetes volt, és ugye mindig értelmiségi fajta, mondom meg kell, mi történik itt, mire? Keressük a NATO autókat, ugye a katona egyenruhában laktányod, föl kell én rendszámon, és gondolkoztunk, mi itt a cél? Most itt is ilyen problémákat látok, hogy a szervezés az egy dolog, a hatékonyság, de a cél jó-e? Ugye sportban a cél az meglehetősen világos. Itt az a probléma. Egyetlen megjegyzés a végén. Életem egyik legérdekesebb olvasmánya az volt, 5-6 évvel ezelőtt jelent meg, szerintem most senki oda sem figyelt, nekem is véletlenül került a kezembe. A Waterloo-i csatában részt vett egyik skót ezred hadinaplója. Erről a skót ezredről azt írták, hogy a Waterloo-i csata kulcsfigurái voltak, ugyanis egy kukoricaföldön álltak, és semmit nem csináltak, csak egy helyben álltak. De közben lőtték őket, egymás után hullottak, ott helyben végezték a szükségüket, nem is látták a franciákat, de ott azon a stratégiai ponton nem mozdultak. És hogyha jobban belegondolunk, ott mindenki kitüntetést kapott, el lehet képzelni, hogy egy helyben áll egy egység, és az a kérdés, hogy megfutamodik, vagy nem. Ezek csak álltak, és ezzel nyerték meg szinte a Waterloo-i csatát, mert a franciák egyszerűen nem jutottak el odáig, mert a ágyott tűz, érted? Úgyhogy időnként valóban nem tudok politikusként gondolkodni, mert miközben iszonytatónak tartom a személyi összetételét a parlamentnek, iszonytatónak. Ekközben valóban úgy vagyok vele, hogy Orbán Viktor tudja, hogy kik azok az emberek, akik egy helyben állnak, ülnek, nyomják azt a rohadt gombot, nem gondolkodnak, és ezekre van szükség. Reklám.